Nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperest arról kérdezzük, hogyan alakul az istentisztelet menete Magyarország kormánya által meghozott újabb intézkedései után. Ahogy az Esperes elmondta, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a lelkészi hivatal az ügyek intézésében és az istentiszteletek alkalmával is áttér az online módra. Az új helyzet tulajdonképpen egy régi helyzet, visszatérés arra, amit még az első fázisában, az első járvány fölfutási időszakban tettünk. Tudnélik, áttérünk az online mind ügyintézésre, mind pedig istentiszteleti rendtartásra. Ez azt jelenti, hogy mivel szeretnénk kerülni az érintkezést, a kontaktust, ezért az istentiszteleti alkalmakat hivatalból fölfüggesztettük. Ez azt jelenti, hogy a vasárnapi, a csütörtöki vagy egyéb alkalmaink azok mind-mind most digitálisan, online módon lesznek elérhetők. Liturgikus változás is beáll, hiszen ahol nincs gyülekezet, mint például az imateremben, ugyanaz istentiszteleti alkalom megtartása kerül, de hallgatóság nélkül. Így elmarad az ének, a közös imádság, ezáltal rövidül maga az istentiszteleti alkalom is. Liturgikus változás is áll be, hiszen ott, ahol nincs gyülekezet, itt vagyunk egy imateremben, nincs gyülekezet. Itt fogunk majd tartani például felvételekről istentiszteleti alkalmakat, amelyeken nem lesz ének, hiszen nincsen gyülekezeti közösség. Nem lesznek olyan közös alkalmak, olyan közösségi imádságok például, amelyek megszokottak. Ez azt is jelenti, hogy jóval rövidebb szokott lenni időintervallumban. Természetesen a minőséget az semmiképpen nem szeretnénk alávinni. Ez egy lehetőség számunkra, a megkötöttség mellett is, elérni olyan helyekre, olyan emberekhez, az Isten igéjével, akik amúgy lehet, hogy fizikálisan amúgy nem is tudnának jönni. Tehát ez az új helyzet, ez a régi helyzet, mihez alkalmazkodunk. Ugyanígy vagyunk a hivatalokkal, hivatali dolgainkat is mind-mind áttettük egy új ügyrendben. Számunkra ez egy lehetőség, hiszen a világháló segítségével az Isten igéje ezáltal olyanokhoz is eljut, akik nem tudnának jelen lenni az alkalmainkon, mondta el az Esperes.